Nos, üdvözlök mindenkit, az én nevem Matt Nevel, és ez itt végre ennek az új kontentnek, amit beharangoztam a 15. WhatsApp-ban, a legelső része, de nem fogok ennek külön sorozatot csinálni, pusztán csak feldolgozom azokat a témákat, amiket ez a téma, vagy amit gondolok, hogy fel szeretnék dolgozni takar. És megmondom őszintén, ez a videó elég érdekes, ugyanis a mai nap nem másról fogok beszélni, mint a Steam-en megtalálható szintrendszerről. Mi is ez, mire való, egyáltalán az emberek miért foglalkoznak vele, vagy egyáltalán neked vagy nekem miért kéne ezzel foglalkozni. Nos, ez több szempontból is érdekes, hogy ezt a témát én vetem fel. Egyrészt, hogy nekem miért fontos ez. Nos, úgy gondolom, hogy valamennyire értek hozzá, és azt vettem észre, hogy nagyon sok ember nem igazán tudja, hogy ez mégis mire van, és nagyon sok félrevezető gondolatok vannak, vagy csak szimplán vakpontok, amiket az emberek nem tudnak, úgyhogy ezeket szeretném tisztázni, hogy mégis ez az egész mire van. A másik az, hogy én ezt a témát már feldolgoztam 2020-ban, nem csináltam róla videót, de ekkor gondoltam ezzel foglalkozni, és hasonló szintű videót akartam csinálni, mint ez. Nem készítettem el, sőt, olyannyira belemélyedtem 2020-ban, hogy a témában jártas embereket is felkerestem Steamen keresztül, olyan nagyobb neveket, akiket, hogy most elmondanék, senki nem ismerné őket, de majd kicsit később visszatérek rájuk, hogy ők igazából kik. De a lényeg az, hogy foglalkoztam ezzel a témával. Még mielőtt neki mennénk az egésznek, akkor beszélünk is a Steamről, hogy mégis micsoda ez. Nos, ha ez nem tudod, hogy mi, akkor valószínű, te egy barlangban élsz, vagy még nem jött be hozzá az internet, vagy éppen utálod a DRM rendszerét a Steamnek, és éppen ezért nem akarsz róla semmit sem tudni, ami mind valamennyire elfogadható. Erről a DRM-es dologra viszont még nem beszélnék ebben a videóban, nem akarok ennyire szétmenni, de higgyétek el, ezt is majd leszeretném fedni, hogy mégis milyen módon működik a Steam. Na de ugye a Steam igazából egy játékplatform itt PC-n leginkább, ami arra van, hogy tudunk itt játékokat vásárolni, tehát mint áruház működik, de közben közösségi funkciókat is ellát, mint Steamen önmagában, mint a játékokhoz, sőt, van lehetőségünk különböző szoftvereket is már vásárolni ezen a platformon, úgyhogy eléggé kinőtte magát, amióta az egész beindult 2003-ban, azt hiszem, vagy 2002-ben, már nem emlékszem, mikor indult a Steam. Én azt hiszem 2013-ban kezdtem el használni, úgyhogy igazán egy eléggé mély múltra nyúlik vissza ez az egész platform, és talán az egész világ egyik legnagyobb játékplatformjáról beszélhetünk. Bevezetett több közösségi funkciót is, és az egyik ilyen közösségi funkció az a Steam szint, amit mai napig meglepő módon azért használnak az emberek, és egy eléggé nagy kult tudja övezni ezt az egész rendszert. Na de igazából akkor mi is ez? Ebben a videóban szeretném nektek ezt bemutatni, és kezdetben meg szeretném mutatni először a Steam profilomat, amit amúgy a YouTube profilomról vagy YouTube csatornámról is el tudtok érni. Hozzá szeretném tenni, hogy ezt nem flexelésből akarom mutogatni a profilomat, és nem azért mondom el azokat az információkat a profilomról, hogy mutassam, hogy én mekkora császár vagyok, vagy hogy egyáltalán, hogy mennyi pénzt cseszhettem el mindarra, amit ti látni fogtok, de szerintem itt tudom a legjobban érzékeltetni, hogy ez mégis micsoda. Úgyhogy nézzünk is rá a profilomra. Nagyon jó lesz így oda-vissza gurulni ezzel a székkel, na mindegy. Ez vagyok én, itt van ez a tojáshajú ember, még a szeme se áll jól. Itt lehet látni a szinte, 168-as vagyok, itt a nevem, rövid leírásos dobozka, itt ki lehet tenni egy kitűzőt, minden király. Itt lehet látni, hogy összesen 155 kitűzőm van, több mint 2100 játék, és itt láthatóak a különböző vitrinek, amiket kitehettem, mi például a kedvenc csoport az Etnevez Crew, lépjetek be az Etnevez Crew-ba, kövessetek itt a Steam kurátor oldalamon, mert akkor ti nagyon menő gyerekek lesztek. Itt van egy textbox, amiben leírtam mindenféle olyan információt, amit senki nem olvas el. Itt van egy Game Collector vitrin, amiben hát láthatóak mindenféle számok, meg egy-két játékot kitettem, és itt van egy Items Up for Trade, mivel trédelgetek is itt Steamen. Tehát ez így néz ki, és lehet látni, hogy azért van rajta információ rendesen. Hát akinek nem tiszták ezek a számok, a 168-as szint és a több mint 2100 játék az egyáltalán nem szokványos, én úgy gondolom. Csak hogy tudjátok, 168-as szint, ezzel Magyarországon a top 70 legnagyobb szintű felhasználók között tartozom. Ez a 2100 játék, meg pedig Magyarország top 50-jébe vagyok bent, mint a legtöbb játékkal rendelkező felhasználó. Tehát ezek egyáltalán nem szokványos számok, és
Hát nem azt mondom, hogy büszke vagyok rá, de azért ezek eléggé komoly dolgok. Na de hogy miért mutatom meg ezt? Most láttátok a profilomat, nézzük egy másik profilt, keressünk rá mondjuk Louis P. a barátlistámról. Egyáltalán nem a második akkom ez, de hogy is. Ez Louis P., lehet látni ő 4-es, egy játéka van, és lehet látni, hogy Louis P. nem igazán foglalkozik a profiljával, egyszerűen kim van, hogy Counter-Strike-ozott 60 órát, van itt egy fantasztikus idézet, és van egy Nice Hack Report komment, valószínű azért, mert nagyon legit lehet a gyerek, nem tudom, nem ismerem annyira, de a lényeg az, hogy ez a profil nem tartalmaz annyit, és mondhatni egy a sok közül hatást kelt, ami persze megkérdőjelezhető, hogy ez miért olyan fontos, de én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb az ember azért szeretne valamivel kitűnni, és Louis P. ezzel a profillal így nem fog kitűnni, persze, hogyha nem ő ingere, akkor nem is akar. De láthatjátok a különbséget, hogy egy low level profil és egy high level profil között milyen különbségek van látszólag, de akkor inkább beszéljünk a tényekről, hogy hivatalosan milyen előnyöket élvezhetnek a magasabb szintű felhasználó. És akkor ilyenkor jelenetváltás van, és akkor idejövök. Igazából három különböző előnyt tudok felsorolni ezzel kapcsolatban. Elég nagy előny, és ezt érdemes észben tartani, hogy szintenként kapunk plusz 5 slotot a barátlistánkra. Ez sajnos nem azt jelenti, hogy barátokat is kapunk ahhoz a slothoz, de igen, elég meglepő, de Steamen a barátlista az korlátozott, így hogyha több embert akarsz felvenni, akkor mindenképpen egy idő után el kell kezdenetek növelni a Steam szinteteket. Elég gáz, szerintem is, de ilyen ez a rendszer. A másik eléggé, hát nem azt mondom, hogy a hú, de nagy előny, de minden 10. szint után a profilotok plusz egy vitrinszottal bővelkedik. Mik azok a vitrinszotok? Ugye az én profilomon láthattátok azokat a különböző kedvenc csoport, meg textbox vitrin, na azok a vitrinek, és minden 10. szint után kapsz egy ilyet, amit betehetsz. Tehát az én esetemben 16 ilyen slot van. Hát igazából lehetne ennyi vitrin, de nincs ennyi különböző vitrin szerintem. Tehát el tudjátok képzelni, hogy akkor ez mégis mi. És a harmadik, nos nem igazán nagy előny, de érdemes megemlíteni, hogy minden 10. szint után a szintnek a kerete, amit láthatatok nálam, az a sokszög, azt hiszem lilás színű keret, nos az változik minden 10. szint után. Azt hiszem 170-nél ilyen rózsaszínes lilás lesz, 80-nál ilyen vöröses, úgyhogy ez kb. Így változik. Magasabb szinteknél talán 500 vagy 1000 fölött meg már szintenként változik ez az embléma, úgyhogy igazából ezekkel a pluszokkal tud bővelkedni a Steam is. Hát ha belegondolunk, meg megnézzük ezeket, akkor tudom, mit gondoltok, hát ez ennyi. Tehát én nekem ezért kéne felmennem magasabb szintre, és teljesen megértelek titeket, tehát ennek rohadtul semmi értelme, nincsen kéve a barátlistás dolog. Igazából azon felül meg nagyon nem érdemes magasabb szintekre menni, így is van. De mégis azért tudok még plusz indokokat felhozni, nem hivatalos indokokat, amiatt mégis érdemes elgondolkozni azon, hogy ti akartok esetleg egy nagyobb szintű profilt, vagy sem. Na de mik is lennének ezek? Nos, én 2020-ban nagyobb szintű felhasználókkal, akik voltak hajlandó velem beszélni, és level up botokkal foglalkozó személyekkel beszéltem, hogy ezek még majd azokra is kitérek, de ők adták ezeknek az információknak az eredményeit. Na de akkor nézzük is az indokokat. Az első és talán leggyakrabban hallott indok, amit hallottam a Steam level up-pal kapcsolatban, minél magasabb szinten legyünk, az a gyűjtési vágy. Na már most ez eléggé hülyén hangzik, hogy miért kéne a Steam szintet gyűjteni, de ha belegondoltok, bármiről is van szó, kiadnak valamiből valamennyit, vagy valamihez valamilyen számot kötnek, akkor már lehet gyűjteni, és ez így is van. Viszont megmutatok nektek egy oldalt. A Steam szint gyűjtéssel kapcsolatban van egy oldal, ami mindent eldöntött, és igazából ezt tartom az egész gyűjtési résznek a gyökerének, és ez az oldal nem más, mint a steamladder.com. Ez az oldal igazából megnézi a profilodat, és összegyűjt bizonyos adatokat, mint például a szintedet, hány játék van a profilodon, hány kitűződ van, mennyi játékidőd van az adott profilon úgy összesen, hány éves a profilod, és még a különböző kitűzőkkel kapcsolatos szinteket elemzi ez az egész oldal, és összerak mindent egy top listába. És akkor itt rákeresek mondjuk saját magamra, be is tudtok jelentkezni, és akkor ti is bekerültök ebbe a listába, teljesen tiszta oldal, nincs benne semmi csalás, ámítás, ilyenek, teljesen úgy működik, ahogy ezt elmondtam nektek, itt tudjátok nyomon követni. Nos, itt vagyok én, itt lehet látni mindenféle adatot rólam, itt van, hogy hányas vagyok, mennyi órám van,
összesen mennyi játékon van, és itt vannak a különböző kitűzőknek az állásai. Itt tudok újra tölteni a statisztikáimat, és akkor itt láthatjátok, hogy hol mennyi vagyok. Hát itt hazudtam a szinttel kapcsolatban, egy top 80-ban vagyok már, elég szomorú. Játék esetén a top 60 az úgy volt, az igaz volt, és van a playtime statisztika, az 211. Ezekre a kettőre majd később kitérek egy másik videóban. Egyelőre foglalkozunk ezzel a szintes dologgal, tehát lehet látni, három különböző módon rangsorol minket az egész oldal. Világranglista, régió, azaz, hogy milyen kontinensen vagy, és melyik országban vagy. És akkor át tudunk keresni, hogy Magyarországon ki a legmagasabb Steam felhasználó. Ilyen esetben Mark 700-as szinttel, ami elég durva, de lehet látni, hogy itt azért vannak elég durva szintek. És persze felmerült a kérdés, hogy továbbra is, hogy ez most miért érdekelne titeket. Igazából vannak emberek, akik ezzel foglalkoznak, hogy ők fenn legyenek a csúcson, és ez amolyan pénisznövelő hatást kelt, tehát köztudottan plusz 5 centivel legalább megnöveli, hogyha a top 1-be vagy. Én még nem tapasztaltam meg sajnos ezt növekedést, mert hát én rohadtul nem vagyok a top 1-ben, de én úgy hallottam, hogy brit tudósok ezt bebizonyították. Igazából ez így működik, és ez az oldal, ahogy mondtam, a többi dolognak a gyűjtésében is egy nagyon komoly mérvadó kis rendszert képez. És csak hogy még egy kis érdekességet mutassak nektek, megnézzük a világ top 1 felhasználója ezt szintben, aki nem más, mint Stack, aki régóta van a Steamen, vagy egyáltalán valamennyire foglalkozott ezzel a témával, az ő nevével biztos találkozott. Ő azt hiszem Bakrajni, ha jól tudom, de nem akarok ilyes, Bakrajni vagy Katari, nem tudom pontosan a nemzetiségét, de jelen pillanatban ő a legmagasabb Steam felhasználó szintben, 5000 szint, ami bődöletesen sok, és ha szeretnétek többet tudni erről a felhasználóról, ajánlom nektek Jézus videóját, ugyanis ő nem csak hogy híres, de mondhatni hírhett is, de ezt jó sok ember nem tudja. Úgyhogy én azt ajánlom nektek, hogyha érdekeltiteket, akkor nézzetek meg az ő videóját, megpróbálom belinkelni az ő videóját a leírásban, kell hozzá angol tudás, de nagyon érdekes amúgy, hogy hogyan jutott fel ennek az egésznek a csúcsára szerintem. És igazából felmerült a kérdés, hogy most oké, itt megy a versengés idézőesen, de megmondom őszintén, hogy ez nem igazi versengés. Nagyon sok embert nem nagyon láttam, akik ezt olyan véresen komolyan vették volna. Volt ilyen minimális kis rivalizálások, de semmi komoly. A gyűjtés körül vannak azért eléggé kultikus csoportok. Például vannak olyan csoportok, ahol csak bizonyos szint fölött tudsz belépni, vagy megmutassad, hogy te is, mit tudom én, a százas szintűek ligájába tartozol, vagy hasonlók. Úgyhogy ez egy eléggé érdekes indok, de lényegében ez is egy indok, amiatt érdemes gyűjteni. A második indok, amit ezek a személyek mondtak nekem, és gyakori volt az ő esetükben, az a profil kialakítása volt. Na már most láttátok a vitrineket, hogy mégis azok milyenek, és milyen meg is mondhatom a többi vitrint, hogy még miket lehet kitenni a profilotokra, de lényegében ez az indok abból áll, hogy valamennyire fel kell húzni a fiókot, és akkor lehet egy szép profilt kirakítani a vitrinek segítségével, ami picit többet mond, mint egy alap profil vitrin nélkül, vagy esetleg vannak olyan esetek is, ahol konkrétan eléggé szép munkát tudnak csinálni vele. Úgyhogy nézzük is meg, hogy mik ezek a vitrinek. Nos, akkor itt is vagyunk. Hogyan lehet vitrineket betenni? Hogyha tudtok, akkor elmentek itt a profil szerkesztésére, ami Edit Profile angolul, és itt van a Featured Showcase, és itt tudtok betenni vitrineket, és akkor lehet látni, hogy én már ugye betettem, amiket láttattatok, és itt van egy üres slot, és ezek a vitrinek még elérhetőek, és lehet látni, hogy van itt egy pár, van itt egy-két bónusz, ami alapból nem szerepelne a ti esetetekben, meg pár felfejlesztett is, ezeket pontokból lehet vásárolni, fejleszteni, ezekről is majd később beszélek, most nem ezzel akarom húzni a videót, de akkor nézzük meg, amiket lehet betenni. Például kitehetitek a kedvenc játékotokat, nem tudok beszélni, tehát kitehetitek ezt a szemetet, amit itt láttok magam előtt, hogy mennyi órátok van benne, hány achievementet csináltatok, stb. De itt van például ugye az infobox, aztán lehet képernyőkép vitrineket is kitenni, amit kiválasztatok párat, ami nektek tetszik, a legritkább achievementeteket is kitehetitek. Tehát vannak itt opciók, amik közül lehet választani, viszont amit mindenképpen kiemelnék, az egyrészt a Workshop Showcase, ugyanis vannak olyan workshop itemek is,
amik például legyen az egy pálya, mondjuk Garry's módban, vagy esetleg egy skin Counter-Strike-ban, amit nem tettek be, de neked nagyon tetszett, azokat ki tudjátok ide tenni. De például itt van az Artwork Showcase, ez is elég érdekes, ugyanis ide bármilyen képet betehettek, amit ti csináltatok. Ez egy nagyon fontos része ennek az indoknak, amit ugye mondtam, hogy szép legyen a profilunk. Na most megpróbálok keresni valami nagyon epikű kinéző profilt, tehát itt van Money Lead, nézzük meg az ő Steam-jét. Ő egy ukrán felhasználó, és lehet látni a profilját, tehát eléggé szép itemeket tesz ki, csébe, csupa finomság van itt, aztán mindenféle csoport van itt, tehát tök normálisan néz ki, itt van a workshopja, van egy nagyon jó kis összerakott, animált kis képei, de viszont ami érdekesebb az ez itt, ugye ez egy háttér, ez egy mozgó háttér, ugye ezt is pontokból lehet vásárolni, és lehet látni, hogy ez szépen mozog, és ez is úgy, ahogy vele együtt mozog. Tehát olyan, mintha a háttér és ez a workshop vitrine kép, ez egy artwork, amit ő csinált, ez mintha egyben lenne. Persze nincs egyben, mert lehet látni, hogy ez valami 30 vagy 20 fps, ez meg 60, de ettől függetlenül ez így működik, és szerintem barom jól tud kinézni, szerintem tök korrekt. Az ilyen mozgó háttereknél amúgy is nehézkes ezeket megoldani. Na megnézem még a többi felhasználót, hát ha látunk még valami szépet. Itt van Nacho. Ja, ő az a tag, aki mondjuk például csak 69-es dolgokat tesz a profiljára. Ja, igen. Igen, róla hallottam szépeket, jókat. Igen, ő egy elég elhivatott valaki. Azokat nem fogom külön kiemelni, akiknek van egy elég jó kinéző profil háttere. Tehát például itt van Andy is, tehát nem mindenki veszi ezt halálosan komolyan, ezek csak indokok, ami miatt valaki gyűjt, mit tudom én. De Andy, ahogy láthatjátok, ő megelégszik egy default háttérrel is. Hát ez ki van cenzúrázva, de itt van Fize. Nos, ez a háttér, ez egy statikus háttér, de ő megcsinálta azt, hogy ráanimált egy... Hát ki lehet szerintem találni, hogy mi. Ez egy markoló. Igen. Ráanimált egy markolót és egy tévét alá. Tökéletesen működik. Megnéztem, tényleg jól néz ki. Ránézhetitek az ő profiljára, és amúgy van egy ilyen kitűzője. Ezt alsó hangon kb. 25 euró összekraftolni ezt a kitűzőt. Ezt onnan tudom, mert én is akartam ezt. Letettem róla, de amúgy most meg lehetne csinálni szerintem. Mindegy, tehát lehet látni, hogy ezzel lehet szórakozni. És ti is meg tudjátok ezt csinálni, Google-on rá tudtok keresni, hogy hogyan csináljátok jó kinéző Steam profilt, hogyha akartok, de ehhez szükségetek van valamennyi szintre, de mondjuk nem több százra, hanem 50-60-ra. Akkor a harmadik egyben végső indok, amit fel tudok hozni, vagyis hát hallottam a Steam szint gyűjtögetéssel kapcsolatban, az, hogy a profilatok hirdető barát legyen. És ez most elég hülyén hangzik, de akkor hadd mondjam el egy példában, hogy én itt mire gondolok. Szóval, vegyünk két Steam profil használót, egy két fiatalt, aki mondjuk a Steam-en szokott játszani, de arra az öntetlen jutnak, hogy vannak olyan emberek, akiknek szeretnének, mit tudom én, profilképet animálni, vagy képet csinálni, mondjuk tartalomgyártóknak, ez kifejezetten jó, de ők grafikusok és ilyen szolgáltatást vállalnak. Arra gondolnak, hogy mondjuk a profiljukon megírják ezt a szolgáltatást, és hogyha akarunk velük foglalkozni, akkor őket tudjuk adolni. Ezen a profilom. Tehát a profiljukra ezt az információt akarják kitenni. És akkor vegyük az első esetet, mondjuk Petit. Peti azt csinálja, hogy ahogy láthattátok ott a nevemnél, ott alatta volt egy információs blokk, oda bármit írhatsz, Peti csak oda beleírja, hogy ő vállal ilyen szolgáltatásokat, és ennyi. Viszont vegyük a másik tagot, mondjuk Sanyit. Sanyi azt mondja viszont, hogy ő szerez szinteket, és összeszed vitrineket, és a vitrineket felhasználja, hogy nagyobb textboxban írja meg, amit ő vállal, használja az artworkös vitrint, hogy mutassa, milyen munkákat csinál, és ilyen módon esetleg még a profilját is felcsinosítja, ezzel jobban megmutatja azt, ilyen dolgokat vállal. Szerintetek melyik emberhez fognak előbb oda menni, hogy ilyen szolgáltatást vállaljanak? Valószínű, hogyha a jobb Steam profilú taghoz fogsz oda menni, és tudom, ez eléggé egy hülyé példának hangozhat, de hogyha őszinte akarok lenni, ez egy valós példa, ugyanis tényleg vannak olyan emberek, akik ilyen bizniszeket, idézes bizniszeket így promóznak.
és a Steam szint amúgy egy eléggé nagy megbízhatóságot ad a Steam community-n belül. Ugyanis egyértelműen, hogy jobban megbízhatóban tűnik valaki egy jó nagy szinttel, hiszen arra következhető, hogy az a személy ő tett bele pénzt az ő profiljába, és nem kifejezetten fog téged átverni, hogy az ő hírét, esetleg éppen a profilját veszélyeztesse. Ez egy egyértelmű dolognak tűnik, de amúgy valóságban pedig ezzel nagyon sokan visszaélnek, úgyhogy én ezt úgy mondanám, hogy ha láttok egy ilyen profilt, akkor picit könnyebbítek meg, de ugyanúgy gondoljatok egy ismeretlenre, mint bármikor máskor. Kéve, hogyha velem üzleteltek, én eskü nem verlek el titeket, szívem a kezem, a másik szívemen a tehát a szívemen... A szívemen van a kezem. Megtaláltam. Van szívem. És ez az indok igazából harmadikként szerepel a listán, de amúgy elég gyakran látom ezt, sőt, akikkel beszélgettem ezzel kapcsolatban, ők mind elég nagy szintűek voltak, és ez tényleg eléggé sokat elárul, hogy ők mennyivel, vagy mennyire szeretnek azzal foglalkozni, amit éppen ők csinálnak Steamen. És még rengeteg más idezes biznisz ötlet van Steamen, amit lehet csinálni, és talán erről egy másik videót is kéne csinálnom, vagy lesz is csinálva, hogy ezeket kibeszéljük, és megmutassam nektek. De igazából ez is egy indok, amiatt Steam szintet érdemes felfejleszteni. Na de most már igazából elmondtam nektek, hogy milyen lehetőségek vannak, ami miatt érdemes ezzel foglalkozni, tegyük fel, titeket ez érdekel. Tudom, hogy rohadtul nem érdekel titeket, de szeretném továbbvinni a videót. Akkor felmerült a kérdés, hogy mégis hogyan kell ezeket a Steam szinteket felhúzni, mi kell hozzá. Nos, Steam szinthez XP-re van szükségünk, XP-t pedig kitűzők készítésével vagy fejlesztésével tudunk megtenni és szerezni. Például vannak a játékkitűzők, amikhez kártya kell, és minden játéknak van egy kártya szettje. Ha abból minden kártyát összeszedünk abból az egy szettből, tudunk csinálni egyetlen egy kitűzőt, ami 100 XP-t ér. Viszont egy játékból maximum 5-ször tudunk kitűzőt készíteni, tehát 5-ös szintre tudjuk felfejleszteni az adott kitűzőt. Ezen felül még vannak az úgynevezett fóliás kitűzők, ezekre mindjárt mutatni fogok nektek példákat. Ezek a fóliás kitűzőkhöz fóliás kártyák kellenek, amik sokkal ritkábbak. Nagyjából 1% esély van rá, hogy droppoljon neked, és igazából ebből csak egyszer tudunk kitűzőt készíteni egy játékból, tehát egy szintje van annak a kitűzőnek. De amikor kitűzőt készítünk, akkor kapunk az adott játékból hátteret és emotikont, és kapunk egy kupont is, ami igazából valamilyen játékhoz valami akciós kupon egyértelműen. Nem mindig szokott jó lenni, de ezt majd látjátok. A fóliás kitűző esetén viszont semmilyen plusz dolgot nem kapunk, ugyanezeket a dolgokat megkapjuk, mint a simánál, és ugyanazt az XP-t megkapjuk, mint a simánál, tehát nem igazán éri meg ezzel foglalkozni, viszont egy dolog miatt megéri, de arra is később rátérek. Na most viszont inkább nézzük meg, hogy ez hogyan néz ki a valóságban. Szóval rámegyünk itt a kitűzők menüpontra itt a nevünk alatt, és itt lehet látni, hogy mely játékokhoz vannak kártyák. És egyből itt a Steam úgy rendezi be, hogy amihez van nekünk kártya, az előszerepel, és aminél több van benne, vagy éppen egy teljes szetünk van belőle, az itt szerepel fenn a tetején. És lehet látni, hogy mondjuk nekem elég sok van, tehát ha például nektek szükségetek van szetre, vagy kitűzőt csináljátok, akkor nyugodtan írjatok rám Steamen, vegyétek fel velem a kapcsolatot, és akkor tudunk trédelni. Én tényleg őszintén megmondom nektek, én azzal szeretnék foglalkozni, hogy ha valakinek kell specifikusan valamilyen játékból valami kártyaszet, akkor én azt tudom nekik odaadni. Erre majd később kitérek, hogy miért így mondom, mert nem olyan egyszerű mindent úgy megcsinálni, mint ahogy kinéz, de majd elmondom miért. Szóval, ha akartok kártyát, akkor itt vagyok. Tök jó, hogy magamat promózom, hát még a saját csatornámon még szép. Szóval itt vannak rengeteg játék, amiből nekem van kártyám, és mondjuk szeretnék craftolni. Dying Light-ból viszont biztos, hogy van több, igen. Tehát itt van a Dying Light, és itt van minden kártya a setből, és ide van írva, hogy például hány van az inventory-ban az adott kártyában, mindegyikből van 3, itt van, hogy mely barátomnak van meg, és esetleg mondjuk valamelyik kártya hiányozna, itt lent még szerepelne, hogy kinek van még, és esetleg itt lenne egy menüpont, hogy már ketten is tudunk vásárolni amúgy, erre majd visszatérek még, de ez a menüpont az kifejezetten hasznos tud lenni. Van 3 szintre elegendő kártyám, akkor egyből le tudok 3-at craftolni, de most egyelőre csak egyet craftoljunk. És akkor jön egy ilyen jó kis animáció, kiírja nekünk a Steam, hogy kaptam itemeket, de itt is kiírja nekünk, kapok egy badge-et, lehet látni, hogy 100 XP, itt megkapom a hátteret a játékból, kapok egy emotikont a játékból, és kapunk egy kupont. Na már most
Ahhoz hozzátartozik az igazsághoz, hogy ezt nem először próbálom felvenni, és már egy dolgot lekapcsoltam még ezt a Limbót, és kaptam egy ez a játék, az egy 90%-os kupont, és megmondom őszintén, ez az izbot az nem néz ki olyan rosszul. Kíváncsiak erre a részlendre, nézzük meg, 33%, 79 cent, jól indul ez a negatív like dolog, dislike. Hát, ez nagyon művészileg néz ki, hát igen. Fun bundle bundle, hát elég funnak néz ki ez a verseny land. Aha, hát jó. Tehát lehet látni, hogy nem mindig kaptok nagyon epic játékokat. Én a legkomolyabb dolgot, amit kaptam kuponból és meg is vásároltam, az a Battlefield 5 volt, ha be tudnám írni a nevét. A Battlefield 5 volt, valami 6 euróért vettem meg, amik miután kijött a játék évre rá, másfél évre rá, szóval eléggé jó buy volt szerintem, Definitive Edition-t. Úgyhogy ja, tehát kaphattok néha jó dolgokat, de nagyon reménykedjetek benne. És akkor még nézzük meg ezeket a fóliás kitűzőket. Nekem vannak ilyen fóliás kártyáim, nem tudom, hogyan néznek ki. Igazából ilyen szürkés keretük van mindegyiknek szinte, semmi egetrengető, és lehet látni, hogy minden kártyát amúgy be lehet olvasztani ilyen gemekre, sőt ugye a háttereket meg az emotikonokat is, és akkor kapunk ennyi drága követ, erre majd mindjárt kitérek, hogy miért fontos. Szóval ezek ilyen nagyon ritka lapok, némelyik elég drága, és ezekből lehet készíteni ilyen fóliás kitűzőt, ami általában jobban néz ki, mint a sima. Mindjárt mutatok példát, például itt van a Blue Estate-ből Cherry Pops kitűző, de itt van például White Nose 2-ből ez az egyik szörny, akivel játszhatsz. Itt van az Intralism-ből egy foil badge. Igazából némely esetben, akit érdekel, a kitűzők, vagy ilyen kitűzőt akarsz szerezni, pont azoknak megéri, de amúgy nem nagyon érdemes ezekkel foglalkozni. Egyetlen dolog, ami pozitívum bennük, az az úgynevezett booster pack-eknél van. Ugyanis, ha nektek megvan egy adott játék, és még megvan belőle az összes kártya, már az összes alapfarmat kiszedtétek belőle, akkor itt megjelenik ez az adott játék, és tudtok belőle csinálni egy ilyen booster pack-et, amiben három kártya van, ezt az itemet el tudjátok adni marketen is, és ennyi drága kőbe kerül. Viszont, hogyha fóliás kitűzőtök van, akkor nagyobb eséllyel kaptok ilyen booster pack-et, ugyanis ez úgy működik, hogyha valaki készít mondjuk egy játékból, amiből a összes kártyát kiszedted, megvan neked a játék, akkor van valamennyi százalék esélyed, hogyha valaki kitűzőt készít, akkor te kapsz egy booster packet, vagy bárki más, akinek az megvan, tehát ez egy eléggé nagy lutri, de ezzel lehet növelni az esélyeteket. És akkor ebből is tudtok kártyát szerezni akár. Viszont ugye nem csak játék kitűzőkből lehet fejleszteni, hanem úgynevezett, és hát én hívom így ilyen speckó kitűzőkből. Hát nézzünk meg pár ilyet, tehát vannak ilyen eventes kitűzők. Ez például pontokból lehetett fejleszteni, tehát nem kártya kellett hozzá. Ez például kártyás volt, és ez például nem hogy ötig, de majdnem a végtelenségig fel tudtad húzni, vagy legalábbis eddig. Ez a maximum, ameddig valaki elment. Aztán vannak olyan egyéb eventes dolgok, amiért kellett valami mást is tenned, például itt a Steam Awards Nomination Committee kitűzőnél szavazott kell Steam Awards-on, és akkor megkaptad ezt, aztán adott valami 100 XP-t, tehát nem sokat, vagy itt van például ez a 5 darab kitűző, itt volt, azt hiszem ez Halloween-kor volt 21-ben, és kellett csinálnod bizonyos feladatokat, vagy ilyen önismeret tesszerűséget kellett csinálod, hogy milyen szituációban mit csinálnál, és akkor a Steam végül adott neked egy ilyen kitűzőt, hogy te mi vagy, milyen kenyér vagy valójában, vagy ilyesmi. Aztán itt van egy érdekes valami, a Community Patron és a Community Contributor. Említettem ezeket a pontokat sokszor, és még nem fogom elmagyarázni, hogy mi ez, majd egy másik videóban, de lényegében ezekkel a pontokkal lehet különböző díjakat adni a Steam felhasználóknak bizonyos feltöltött dolgaira, legyen az egy háttér, egy poszt, egy review egy adott játékról, bármi, adhatsz nekik pontot, ők kapnak ebből a pontból a harmadát, ők vissza pontként, és te pedig kapsz egy értéket erre. És igazából az egy érték az talán ér vagy 25 XP-t talán.
tehát nem olyan sokat. Ugyanez a community contributor, hogyha te kapsz egy ilyen díjat, akkor ide kapsz egy értéket, és akkor ezt is lehet növelni. Igazából három valamit meg szeretnék mutatni. Az egyik ez a Years of Service, hogy amennyi évet eltöltesz, úgy növelődik ez a kitűző. Ez azt hiszem 50 XP-t ad per év. A Community Ambassador, itt különböző feladatokat kell megcsinálnod a community-n belül, a Steam community-n belül, képeket feltölteni, videót feltölteni, review-t írni, ilyesmi, mindenféle közösségi tevékenységet, és ezt így lehet fejleszteni. Azt hiszem maximum 500 XP-t lehet ezzel szerezni, ami az elején egész fasza. Amit még kiemelnék, az az Owned Games-es kitűző. Ez úgy növelődik, amennyi játékotok van. Nem tudom pontosan, hogy mi alapján működik. Én úgy vettem észre, mintha ha szerzel egy játékot, akkor 7 XP-t kapsz, tehát ez se olyan baromi nagy. Szóval ezekkel a kitűzőkkel, vagy ezekkel a speckó kitűzőkkel nem mindig érdemes foglalkozni, kivéve a pontossal, meg a sokáig fejleszthetővel. Ez a kettő amúgy érdemes. Meg hát jó, hogyha vannak bizonyos eventek, ami könnyen teljesíthetőek, akkor érdemes megcsinálni, de igazából ezekkel nem nagyon érdemes szarakodni. Na de akkor most, hogyha már végignéztünk minden opciót szinte, hogy miből lehet XP-t szerezni és hogyan lehet, akkor mik a legjobb módjai rá? Most már szinte csak ez a kérdés maradt bennünk, és itt vagyok én, hogy ebbe a kérdésbe mutassak valami útmutatást, és akkor még mielőtt belemennék, hogy mivel lehet, azt mondom, hogy mivel ne próbálkozzatok. Az első és legfontosabb azok a booster pack-ek. Nem érdemes velük foglalkozni. Egyrészt nem érdemes annyi fóliás kitűzőt csinálni, hogy nagyobb esélyetek legyen a booster pack-re. Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ezek a booster pack-ek többet érnek, mint az arab kártyák, vagy három kártya ugyanabból a szedből. Én mondom nektek, ritka esetek egyik, amikor valóban így van, de egy idő után rájön a community, hogy ez mekkora egy gyökérség és le fog menni az ára. Nem érdemes ezzel szenvedni, a kártyák miatt sem, mert három randomot kapsz, nem azokat a kártyákat, amikkel éppen neked kellene, hogy meglegyen. És kaphatok abból fóliás kártyát, de egyszerűen nem érdemes ezzel szenvedni. Eléggé gyakori lehetőség, amit még hallottam, és nem feszegettem egészen eddig, az az, hogy emberek játékokat gyűjtenek, kártyás játékokat, hogy kártyát farmoljanak. Megmondom őszintén, van benne azért kreativitás, tehát egyértelműen tudna működni, és ki is lehet ezeket farmolni, megvannak rá a szoftverek, megvan rá a script, nem ezzel van a probléma, hanem azzal, hogy nem éri megvenni ezeket a játékokat, mert nem hozzák vissza a kártyát. Majd hallani fogjátok, hogy milyen más lehetőség van, amiatt ezt csinálják mások, de én azt mondom, hogy ez sem érdemes, mint hétköznapi halandóknak, kivéve, hogyha nagyon sok játékot ilyen istentelenül pofátlan áron be nem tudtok szerezni, amit ki tudtok farmolni, ami viszont nem olyan egyszerű, úgyhogy ezt sem javaslom. Amilyen szoszó megoldás, azaz, hogy ha piacról vásároljuk meg a kártyákat, tehát vegyünk egy példát, hiányzik egy teljes szetből, mondjuk három kártya, megveszem piacról. Alapból ez nem egy akkora hülyeség, de a legnagyobb probléma, hogy Steamen ugye van adó, amit rávernek ugye az alapkártyának az árára, így egy picivel drágább lesz, és éppen ezért nem egészen éri meg megvásárolni marketről, egy előbb vagy utóbb mínuszba fogsz belőle kijönni. Nem azt mondom, hogy nem éri meg, mert egyértelműen, hogy mondjuk kell neked egy bizonyos kitűző, amit nem tudsz megszerezni, akkor így meg tudod venni. A másik az, hogy, és ezt még nem említettem, de fontos kiemelni, hogy nem kell meglenni a játéknak a profilodon, amiből egy kitűzőt csinálsz, tehát bármilyen kitűzőt megcsinálhatsz, így például marketre felmehetsz, és megveted a legolcsóbb kártyákat magadnak, hogyha úgy gondolod, és akkor lecraftolhatod magadnak azt a kitűzőt, úgyhogy nincs maga játék. Ez is egy teljesen járható út, de ennél vannak sokkal, de sokkal jobb lehetőségek. Az egyik ilyen lehetőség, ami szerintem a másik legjobb dolog, ha az ember trédel értük Steamen. Mit akar ez? Van rengeteg trade csoport, hát beírjátok, hogy trading a csoportkeresőbe és Steamen, és belőbb 80 ezret, higgyétek el, van belőle elég, és van rengeteg ember, aki például csinál egy az egyhez trédeket ugyanabból a setből, például nekik van több duplikátjuk, és neked pont hiányzik egy vagy kettő, akkor tudsz vele cserélni. Vannak bizonyos botok, amik ezzel foglalkoznak, megnézik, hogy ugyanabból a setből teszed be kártyát, mint amit kérsz belőle, és működik. Sőt, lehet idézőesen cross-set trade-et csinálni, tehát egy másik setből akarsz kártyát, és te is egy másikat adsz, akkor te neked kell többet adnod, és megkaphatod azt a kártyát. Van ilyen,
érdemes ezekkel foglalkozni, sőt, vannak olyan emberek, akikkel például Counter-Strike itemért, DF2 itemért, vagy bármi másért, tehát ami éppen neked van, lehet velük cserélni, persze, logikus módon és logikus értékekkel, és ezeket érdemes így fejben tartani. Ez a másik legjobb megoldás, amit tudok nektek kínálni, viszont a legjobb talán az egészben, amivel lehet Steam szintet szerezni, azok nem más, mint a level up botok. Na már most ugye említettem a level up botoknak a fogalmát, de nem fejtettem ki igazán, mire jók ezek. Ezek olyan Steam profilok vagy felhasználók, amelyek kell parancsokon keresztül lehet kommunikálni, és valamilyen valuta formájában képesek nektek adni teljes szeteket. És ez kicsit érdekesen hangzik, de akkor bemutatom nektek, hogy ezek mégis milyenek. Itt vagyunk, és honnan tudunk keresni ilyen level up botokat? Hát több opciónk is van, akkor össze megmutatom, ami biztos. Például, ha elmegyünk bárhova, és mondjuk bemegyünk egy trading csoportba, itt van egy, benézünk ide, bemegyek a discussionbe, és keresünk egy level up-os kollégát, itt van egy, aki nem eladható szetekkel cserél például, de ő egy bot példának okáért. De például ő egy jó példa, a Colette. Ő jelen pillanatban emotikonokat és backgroundokat vásárol gemért, de ebbe a bot családba van például set eladó is. Tehát itt van például a Ninette. És akkor annyit kell tenned itt a bot, hozzáadott barátnak, csuti jó, és rád fog írni azon nyomba, itt is van, és akkor hát egyből promózza is a grupot, de nem ez a lényeg, írja, hogy felkeltőjel help-el működik az alapkomand, és akkor kiírja, hogy mi van itt. És akkor a legtöbb botnak a komandja az majdnem úgy ugyanaz, de igazából úgy működik, hogyha például meg akarod tudni, hogy mennyi szetre van szükséged egy bizonyos szint eléréséhez. Például 200-hoz nekem mennyi kell, bírom, hogy felkelt olyan level, kérde, hogy 602 szet kell hozzá. Ez úgy működik, minden szinthez kell egy X mennyiségű XP. Például 1-től 10-ig kell 100 XP. Viszont 11-től 20-ig már 200 kell. Minden 10 szinttel plusz 100 kell a következő szintig, és abban a spektrumban kell az a plusz 100 XP. Tehát az én esetemben, ha jól számolom, 1700 XP kell, azaz 17 szet kell egy szinthez, ami elég sok, és egy idő után, ugye ha azt hozzávesszük, hogy egy játékból csak 5-ször craftolhatok le valamit, tehát az olcsó játékokat tegyük fel, hogy én már nem választhatom, akkor elképzelhető, hogy egy-két szetet, vagy egy-két botot elfelejthetek, ugyanis én most egy az olcsó botok közül választottam egyet, ő az egyik olcsó bot, és neki csak bizonyos olyan szetek vannak, amik tényleg nagyon olcsók és olcsón ad. És egy idő után azért már kell keresnem értékesebb szeteket ahhoz, hogy tudjak szintet lépni, ez így működik. És akkor itt ír, hogy 602 szet kell ez alapján, és akkor ide írja az opciókat. 33,4 ségó kulcs, ezt sose értettem, megmondom őszintén botoknál, hogy ez hogy a francban működik. Tehát azt mondja, hogy 33 ségó kulcs kell, és a pont 4, azt nem tudom, szerintem levonja gembe, vagy valami. De itt vannak a gemek, itt 451 ezeret mond, és TF2 kulcsokban meg 50.2-t, és igazából ezek így működnek, ha beírom azt, hogy prices, akkor kírja az ő arányait. Lényegében ez így működik. Igazság szerint ezek a valuták, amivel ezek a botok működnek a legtöbb esetben, Chigo kulcs, gemek és TF2 kulcsok. Még ide szoktak jönni még a Counter-Strike skinek, a Dota 2-es itemek, van még az a valamilyen ticket a TF2-ből, beszokták némely bot számítani különböző emotikonokat, háttereket, tehát jó pár dolgot még beszokta számítani a botok, de általában ez a kettő szokott a leggyakoribb lenni, a Chigo kulcsok azóta nem, amióta térbanjuk van, és kis-kis szakmai titok, de azt mondják a legtöbb level up készítő személy, hogy a TF kulcsokkal lehet a legtöbb hasznot náluk benyújtani, pontosan azért, mert nekik is a TF2 kulcsa van szükség, tehát hogyha nektek ilyesmire van szükségetek, akkor TF2 kulcsokat használtak ezeknél a botoknál. De igazából erről ennyit. Most azt is meg tudnám nézni, van nekem valamennyi gemem, hogy az mennyi szetet kaphatnék jelenleg. Azt hiszem van nekem 22 000 gemem, több mint 22 000, úgyhogy
Megnézzük, hogy mennyit kaphatunk ennyiért. Jó, akkor megnézzük ezt a szelcseket, hogyha van, ugye el tudtok adni szeteket ennél a botnál, úgyhogy megnézzük, hogy például ő mit ír. Azt ír, hogy van 110 szetem, ami neki kellene, és ő azt megvenné 33 ezer gemért, vagy 8 TF2 kulcsért, vagy 3 Cségó kulcsért, úgyhogy nem hangzik ez olyan rosszul, sőt, egész csábítónak hangzik. Gems 22 ezer. Azt írja, hogy 29 szetet tudok vásárolni. 22 ezer gemből most ezt azért mondja, mert ennyi van neki, vagy ennyit mer nekem adni. Vagy miért írja ezt? Ja nem, ennyit tud adni. Tehát 22 ezer gemből 29 szetet tud nekem ő adni. Ha megmondom őszintén, picit kevésnek érzem ehhez a gemhez képest, de jó, rendben van. Tehát ennyit tudok kapni ebből. Úgyhogy, ja, tehát ez így működik nagyjából, és így működnek ezek a level-up botok, és viccen kívül ezek tényleg a legjobb és legjövedelmezőbb módja annak, hogy szintet lépjünk. Van egy másik oldal, amit ajánlok nektek, a figyelmetekben ezzel szeretnétek foglalkozni, ez a steam.supply. Ez az oldal kifejezetten arra van, hogy ilyen botokat reklámozzon leginkább. Ugye több botféle van, egyre foglalkozunk a level-up botokkal, itt rámegyünk, hogy cardbot, és itt vannak, amik itt a szájton elérhetőek. Ez persze nem az összes bot, csak azok a botok, amit ide feltettek az emberek. Még biztosan lehet pár privát bot, vagy más, de ez a lényeg, hogy itt nagyon sok van, ami közül tudtok válogatni. És akkor megnézzük, hogy melyik a legolcsóbb gemben, és itt van 490 gemért tudunk kapni egy szetet Kalivárnál. Most kíváncsiságból felveszem ismerősnek, hogy ő mennyit mond 22 ezer gemre. Ezt a botot amúgy nem is ismerem, még nem találkoztam vele. Úgy nézzünk rá, megnyomjuk a helpet, lehet látni, hogy a kommandok azok tényleg ugyanazok. Nagyon sok esetben ugyanazt a scriptet is használják, és én ahogy megismertem ezt az egész level up community-t, akik ezzel foglalkoznak, ők igazából nem annyira rivalizálnak egymással, ők egy marketnek tekintik, egy egyenes és egyenlő marketnek egymás között az egész placot. Arra kell figyelniük, hogy az árak azok jók legyenek, amik nagyon gyorsan tudnak változni amúgy, tehát nagyon arra kell figyelniük arra, hogy ne adják se túl drágán, se túl alacsonyan az ő szettjeiknek az árat, hiszen ettől függ nekik az ő érdeklődésük, hogy az emberek mennyire veszik tőlük a dolgokat. Na nézzük meg, gondolom a command ugyanaz, check games 22 ezerért. Nézzük meg, ő mennyit mond. 44 szetet mond, ami már sokkal barátibb. Ez azt jelenti, hogy mennyi ez? 500-ért veszi meg? Jól számolom? 500, ja, technikai, ja. Tehát 44 szet 22 ezer gemért, ami rohadt jó. Hát megnézzük a szelcsekkel, hogy mennyit venne meg tőlem. Kíváncsi vagyok. 110-et mondott az egyik. Ő 112-t venne meg. 42.560 gemért testvér, hát az már sokkal jobb. Most itt nem akarok promózni egy bot készítőt sem. Vagyok kapcsolatban párral, de egyáltalán nem az a posztom, hogy valakit promózzak, mert én se kapok tőlük semmit. De a lényeg az, hogy például itt van egy példa, hogy itt már az árak sokkal jobbak. És akkor itt kírják, hogy például mennyi szettjük van, és még itt is lehet látni az arányokat, tehát teljesen jó. És esetleg kérdeznétek, vagy aggódnátok, hogy ez mennyire legális, vagy kaphattok ezért bant, nem kaphattok bant. Ez egy teljesen normális dolog, hiszen itt cserélő van szó, ameddig a Steam valutákkal kereskedik az ember, tehát a gemekkel, TF2 kulcsokkal, tehát ameddig ezeken van a hangsúly, addig minden rendben. És itt akkor átevezünk egy másabb, picivel veszélyesebb vizekre, amikor annyit csinál az ember, hogy beírja azt, hogy Steam Level Up Bot a Google keresőbe. Mit ad ki ilyenkor a kedves Google? Kiadja a Steam.supply, de egyben itt van pár oldal. Itt van a steamlevels.com, itt van valaki, de itt van a levelupsteam.com, globalcsego.com, eddig nagyon szuper. Itt vannak ezek az oldalak példaként. Nem ismerem őket annyira, látásból tudom mik ezek, de vegyük ezt a kettőt.
ezek az oldalak is hasonló célt szolgálnának, de régenben rengeteg scam volt, amiket én itt teljes szívből nem tudok senkinek se javasolni, főleg, hogy maguk a Steam-es levelebb botok, amiket Steam-en el tudtok érni, azok teljesen jól működnek, úgyhogy ha rám hallgattok, nem kerestek rá ilyenre, nem mentek rá ilyenekre, de megérem nektek, hogyha van rá érdeklődés, ez alatt a videó alatt, vagy kommentben, vagy privátban, ha írtok rám, megnézem ezeket az oldalakat nagyon szívesen, és ki is fogom őket próbálni, hogyha van rá elég érdeklődés. Mert én is nagyon kíváncsi vagyok, mert én úgy hallottam, hogy már ezek egész jól fejlődnek, és nem mindegyik ilyen scammer fos. Kíváncsi vagyok rá, úgyhogy megnézhetjük ezeket is. Szóval, ha érdekel titeket, írjatok kommentet, privátot, és megnézzük őket. És hát igazából ennyi is lenne a videó, és ez lenne minden, amit a Steam szintekről érdemes tudni, és hogy hogyan tudtok ilyet szerezni. Még mielőtt elmondám röviden a véleményemet, ezt szeretném mondani az én történetemet is, hogy hogyan jutottam fel 168-as szintre. Lényegében én elkezdtem gyűjteni szinteket, mivel nekem nagyon tetszett a vörös kör alakú Steam szint, a 80-as, tehát amikor egy vörös körika van a Steam szintet körül. Ami teljesen abszurd, de nekem nagyon tetszett, és én szerettem ezt a szint, és mondom, hogy jó, felhúzom a profilomat 80-ig, ez volt az alapötlet. És meg is történt, de viszont utána meg rájöttem, hogy 80-as szint olyan közel van a 100, menjünk 100-ra. És miközben én mentem 100-as szintre, akkor kezdtem el jobban érdeklődni a kitűzők iránt, pontosabban afelől, hogy olyan kitűzőket szerezek, amik tök jól néznek ki. Nem kifejezetten arra mentem, hogy max szintem legyen, vagy minél több kitűzőm legyen. És ezeket is elkezdtem gyűjteni, végül már túlmentem 100-on, és basically így mentem fel 168-ig. Tehát eléggé sok kitűzőt szereztem az idők során, és nagyjából tényleg ez így működött nálam. Ha azt kérdezi meg valaki tőlem, hogy mi lenne az ideális szint mondjuk egy felhasználónak így ezek után, most azt mondanám, hogy az 50-es szint az egy eléggé jó aranyút, pontosan kitűnik a tömegből, közel áll magasabb szintekhez is viszonylag, és esetleg, hogyha az ember akar többet gyűjteni, akkor ettől a ponttól kezdve már viszonylag tud, és itt is már akkora a Steam szint, hogy a barátlista már elég nagy ahhoz, hogy igazából kiszolgálja az ember, tehát ameddig nem csinál semmi olyan pluszt, akkor bőven elég az 50-es szintig az a mennyiségű barát, akit fel tudsz venni. És akkor az a kérdés, hogy egyáltalán ez a Steam szintes dolog, tehát érdemes ezzel többet foglalkozni, mint ami. Nos, ahogy mondtam az indokokat, és amiatt az emberek ezt gyűjtik, ha ezekre valamelyik kérdésre te érdeklődsz, vagy valamiért úgy gondolod, hogy ezek miatt megéri, akkor neked megéri, és akkor érdemes ezzel foglalkozni, de azzal is tisztában vagyok, hogy vannak emberek, akik ezzel nem foglalkoznak, és azokat is teljes mértékben megértem. Viszont anélkül nem lehet elmenni szó nélkül, hogy ez egy igazán létező dolog, de ez egy nagyon elrejtett kis zegzuga az egésznek, de ha őszinte akarok lenni, és majd bele fogunk menni később a tradingbe, jobban a Steamen belül, ez a kártyákkal való trédelés, meg a Steam szint gyűjtögetés egy komoly sarokköve volt régebben, de még talán most is valamennyire az egész trading szintnek viccen kívül, úgyhogy ezt mindenképpen érdemesnek tartottam elmondani, és hogy neked megéri-e, nos én azt nem tudom, de talán ez a videó valamennyire segíthet abban, hogy eldöntsed ezt a kérdést saját magadban. Én azt mondom, hogy egy idő után ez rohadtul megdrágul, tehát ez egy kétségtelen tény, és ezt hallottam nagyon sok helyen, hogy ez tényleg eléggé pénzes tud lenni, csak arra gondoljatok, hogy a Steam Ladder szerint az én szint mennyiségem az nagyjából $300 kerül, ami mennyi forintban amúgy? Ami közel 100 000 forint. Csak a szint közel 100 000 forint, és még abba bele sem mentem, hogy miért van annyi játékom, vagy bármilyen más részeibe a profilnak, ami igazán sokat tud érni. Úgyhogy igazából ennyi lenne, és remélem érdekesítettem. Szeretnék ezzel a vonallal többet foglalkozni, nem pont a Steam level up-os részre, de igazából ezen a vonalon maradni, picit jobban kibeszélni ezeket a dolgokat, mert úgy gondolom, hogy érdekesebb lehet nektek is. Úgyhogy ennyi lenne. Nos, nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és találkozunk legközelebb. Remélem várjátok majd, és sziasztok!
Remélem valaki komolyan rám fog írni, hogyha akar valaki Steam setteket venni tőlem. Úgy lehúzok mindenkit, mint a szart. Hú, azt még nem kapcsoltam le.